történt tőletek valami. Szerintetek a szerelem örök vagy mulandó? Azt mondja, itt ül mellettem a feleségem, azt elmondom. Nem csodálom, óvatosak vagytok. Volt már ilyenre tapasztalatom, akkor elmondanám, mi történt. Nagy csönd volt, ez én nem mondom, mondja. Egyszer csak valaki talán azért, hogy nekem segítsen, itt a soromban ő, azt mondja, ha a szerelem örök, pasik jönnek, mennek. Nem mond el, de gondolta. De eszembe jut egy jegyes pár. A jegyes pár, hát hol máshol, mint a jegyes csoportban ücsörögnek, és előkerült az, hogy mi mondjuk egy tartós társkapcsolatnak az ereje, erőforrása, talapzata. Azt mondja ott az ifjú hölgy, de egész mellett hívulja, hogy érdekes volt látni. Azt mondja, hát a szerelem alatt, hát mi a társkapcsolat alapja? Hát a szerelem, a múlhatatlan örökké tartó szerelem. És olyan lelkesen beszélt, szinte még kedvet is kapta. Mondta, és aztán majd befejezte, tett egy kontot, ott ült mellette a vőlegénynek, ránézett, hogy vége lett, azt mondja, te tudod, hogy életben nem hiszek. Fölbattant a mennyasszony, kiment a jegyes csoportból. Vőlegény rám nézett, ne haragudjatok, de együtt vagyunk, pusztus el meg. Ott izgultam egy hétig, hogy mi lesz ebből. Egy hét múlva visszajött. Úgy tűnt, hogy neki megegyeztek. De most öröke vagy mulandó. Hagyj térjek vissza akkor a kérdéshez. Tehát vannak akkor élettani változások és jellegzetességek. De a lélektani változásokról mit mondhatunk? A lélektan mesterei a következőképpen írják le azt, ami ilyenkor történik. A szerelmes ember a hormonális változások révén a személyiségében is elkezd változni, és így mondják, az én határok kezdenek megnyílni, megnyílnak, átjárhatóvá válnak, és elkezdenek téged beengedni a saját személyiségembe is. Ez mit jelent? Hát pontosan azt, amiről szoktunk beszélni, mikor nem vagyok szerelmes, akkor mit mondok? Ez én vagyok, te vagy, én és te, és te, és én. És nagyon világos, a test határaim is megkülönböztetnek bennünket egymástól, és én tudom, hogy én te nem vagy én, és én nem vagyok te, és ez tulajdonképpen jó is. És mikor szerelmesek vagyunk? Pont fordítva van, nem akarom, hogy legyen én meg te. Mi? Mit a csarapod? Mi? Ne legyen én meg te. Mi? És hogy csináljuk ezt, amit azt mondja a szakirodalom, hogy ilyenkor elkezdünk egy közös belső világot építeni. A közös belső világ építése például, hajnali 5-kor egyszer csak megkérdezem, hogy tehát mi volt a jelet az ofiban? Ezt remélem veletek is így megtörténik, mert ez alaptörténik. És akkor kíváncsi vagyok, hogy a születésed hogy volt, és mindenet hogy volt, részt akarok venni a múltatból. Azt akarom, hogy egy kicsit én is ott legyek, és tudjam, hogy benned mi van, és ezt így nem, de így van. És ezért milyen érdekes, szoktunk arról beszélni, hogy a nagy ő. És valójában mire vágyunk? A nagy mire. A nagy mi? Hát a szerelemből jön. A nagy mi? És ez a nagy kérdés, hogy hogyan tud a nagy mi tartósan elégedetten fölvenni. Jaj, hát egész megnyugodtam, hogy itt vagy. Jaj, de jó lesz is van. Hát, tényleg, hogy elmerül a pillantásom benned. Jaj, ne haragudjatok, de hát a szerelmem itt van, akkor minden van. Akkor mi egész elveszt. Nem, akkor az egész világ nem számít. Ugye, hogy így van, amikor szerelmesek vagyunk, az történik velünk, kinyílnak az évhatárok, létrejön egy közös belső világ, aztán ez a közös belső világ, én a tiédben, mi történik? Te az önmagamról alkotott képnek a részévé válsz. Ha magamra gondolok, magamat látom, valahogyan már te is ott vagy. A szakemberek azt mondják, ennél még több is történik, te az én önazonosságomnak a részévé válsz. Az önazonosságodnak a részévé leszel te, mint egy másik ember vagy. És ezt az adott esetben így tudom kifejezni. Én egy feleség vagyok. Vagy egy férj vagyok. Vagy házastárs vagyok. Ugye akkor magamról beszélek. Valami nagyon fontosat mondok magamról. De ez a magam
Ez az a valaki, aki a veled való kapcsolat révén az, aki. Ez 2-3 év alatt, hogy a hormonális változások történnek, elkezd bennünk kialakulni. És létrejön ez a közös belső világ. Igen, ám, de ezután megtörténik valami. Az én határok kezdenek bezárni. Visszarendeződünk. Egyszer csak egy természetes visszarendeződés, megint vagyok én, és megint vagy te, és természetesen eltávolodunk egymástól, és a hormonok már nem támogatják annyira ezt a lagymit, már nem, és mi egy picit távolabb lépünk, megint kezdünk én és te, te és én. És sokan ezt katasztrófának élik meg, pedig egészen természetes. Nem csinál senki semmit se rosszul. Egyszerűen az emberi természetben így van ez megírva. Visszatérnék a kérdéshez, most akkor a szerelem mulandó vagy örök? Azt lehetne mondani, a szerelem, ha a hormonális részét nézzük, mulandó. Egyszerűen csak hormonszinteket kell nézni. Megnézzük a hormonszintet, és azt mondja, hát ez kérem szépen, ez már normális. Már a hormonszint. Te végig az volt, hát most már a hormonszinted is. Átlagos. Tehát a szerelem mulandó, ez a természete. Igen ám, de a élettani változások miatt lélektani változások jöttek létre, a személyiségem megváltozott. Már nem vagyok ugyanaz az ember. Ezért a lélektani változások örökérvényűek tudnak lenni és maradandóak. Ezért a válasz tulajdonképpen, próbálok pontosan válaszolni, azt mondanám, a szerelem mulandó és örök. És mind a kettő igaz.